Zugló átláthatósági tanácsnokává választotta meg az önkormányzati testület decemberi ülése Viktor Zsoltot, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkormányzati képviselőjét, akit üdvözlök itt a stúdióban. Először erről a megbizatásról beszélgetnénk. Ugye korábban is volt egy ember, aki átláthatósági ügyekkel foglalkozott, ő átláthatósági biztos névre hallgatott, most ön átláthatósági tanácsnok. Mit jelent ez a különbségtétel? meg persze, voltak éppen mi is a feladat, mi is a munka? Igen, nincsen feladat és nincsen munka. Az Felügyelni kell a közérdekű adatokról szóló törvény betartását, az átláthatósági biztos, Békefi László volt korábban, ő, mint külső szolgáltató egy ügyvéd látta el ezt a, ezt a feladatkört, ott feladatkörről lehet beszélni, bár neki sem volt feladata, valójában azt kell tudni, hogy az önkormányzatnak és a cégeinek különféle adatkezelési kötelezettségeik vannak, a törvény által előírt, és valójában a tanácsnok, illetve a biztos is, ezt a, a, a feladat elvégzését felügyeli. Hogyha esetleg hiányokat lát, nem feltöltött szerződések, valami nem jó, azt jelzi a jegyző úrnak, aki ugyebár az önkormányzat működéséért felel, úgyhogy a jövőben nekem ez lesz a feladatom, tehát a, a közérdetű adatok megismerésére való jogot kell, nem nekem biztosítani az önkormányzatnak, nekem felügyelnem kell azt, hogy ezek a ö, dolgok megtörténnek. Van valami fajta személyes elképzelés vagy személyes terv, hogy, hogy, hogy lát neki ennek a, a munkának? Ö, hát nagyon sok személyes tervem volt, ugyebár tavaly pont az ugló információs és média KFT-t próbáltuk átláthatóvá tenni, de ez nagyon kismértékben sikerült. Hát nem ilyen jellegű. Megbizatás ez, hanem mondom, csak a törvényben előírt a cégek és az önkormányzat számára a közétételi kötelezettségeket úgymond felügyeli, hogyha valami nem úgy van, az pedig javaslatot tesz a jegyző és ugye bár én én egyből ö, ö, nyitott kaput láttam, hogy akkor esetleg az ilyen hiányos szerződések nincsenek feltöltve, ö, ez, ez egy fantasztikus ö, ö, lehetőség, hogy ö, ö, ezt jobban megismerje ezt úgymond szóvá a, tegye, igen, ez ezt szóvá tegyem, de az önkormányzat, illetve a politikai résznek az átlátható működésért, viszont nem én felelek, uh -huh. ezt nyomatékosította is polgármester úr, de én jeleztem neki, hogyha ilyen jellegű agályaim vannak, én mindenféleképpen ezt jelezni fogom, és azt hát mondta, hogy... kormányzati önkormányzati képviselőként ehhez é minden joga igen, meg is van. hogy ezt a polgármesternek jelezem, hogyha politikai ö ö okokból látok átláthatatlanságot, illetve hogyha a törvény nem betartása miatt a hivatalnál látok ilyen dolgokat, akkor a hivatalnak jelezem ezt. Tehát a, a biztosi munka egyébként definíció szerint, ezek szerint alapvetően a hivatali apparátus, tehát a bürokrácia működése során keletkező adat problémákra vonatkozik. Így igaz, így igaz, így igaz. Pontosan. Ugye Zuglóban a, 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 van egy 28 per 2014-es rendelete Zuglónak, ami pont ezekkel foglalkozik, hogy mit kell közölni az emberekkel, miket kell bemutatni a holnapon, milyen adatokra kell a, ügyelni. Mi ezt elég jól betartjuk, a, van egy ez a minimum program, ugye bár a K-monitor átlátszó a, a, a készítette ezt, és mi ehhez csatlakoztunk, és a 17, a, a 17 önkormányzat Ból harmadik helyezést írt el Zugló önkormányzata az átláthatóságot ö, ö, tekintve. Ö, szeretnénk az első helyre ö, kerülni. Én ezen fogok dolgozni. Ö, azt is lehet mondani, hogy ez egy, ö, ez egy nem létező, úgymond pozíció kihívás. Rajtunk fog múlni, hogy ezt mennyire fogjuk megtölteni tartalommal. Az elmúlt egy-két évben ö, azért tettünk arról tanúbizonyságot, hogy szeretjük, hogyha átláthatóan, tisztán ö, működik egy önkormányzat akkor most hadd kérdezem egy egészen más ügyről. Ugye a Magyar kutya párt volt az egyik olyan politikai szervezet, amely korábban azt szorgalmazta, hogy az önkormányzat forduljon az alkotmánybírósághoz azon rendeletek, kormányrendeletek ügyében, amelyek tulajdonképpen kivették zuglói hatáskörből két itt tervezett nagy beruházás, az egyik már zajlik is a Dürer kertben, a másik tervezett a Bosnyák tér mögött, tehát a két beruházás paramétereinek a meghatározását. Az önkormányzat a legutóbbi ülésén, erről külön egy másik e, tudósításunkba egyébként beszámolunk, el is fogadta e, azt az ügyvédi javaslatot, ami az alkotmánybírósági beadványra vonatkozott. E, Ugyanakkor ez a javaslat nem a Magyar Kétfarkú Kutyapárt javaslata alapján született meg, hanem egy párhuzamos, azzal tulajdonképpen sok ponton eh, egyező javaslatot eh, fogadott el az önkormányzat. Most akkor ezzel az ügyjel elégedett? Abszolút, ugye a decemberi ülésen, hát sok zuglói tudja, hogy sajnos egy kiemelt beruházás van készülőben, illetve megvalósulóban zuglóban. Ugye az önk a Csömöri úti egykori sportpálya és tanuszodának a, helyén, ugye 2006-ban eladta az önkormányzat, csak nagyon röviden 2006-ban eladta az önkormányzat ezt a területet, nem történt semmi, Pláza építési ígéret kaptunk, végül nem épült pláza, végül nem épült semmi sem, és 2018-ban eladta a, 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 az akkori befektető cég egy másik befektető cégnek, ennek a Bayer Construct cégcsoportnak, 2018-ban sajnálatos módon Karácsony Gergely elengedte a kötbérkövetelésünket, plusz 15% lakás funkciót is biztosította erre a helyre, ami szerintem egy mérhetetlenül nagy hiba volt, ez nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ez megtörtént, ráadásul egy nyári rendkívüli ülés keretében ott, úgy, ahogy a képviselők ott sem voltak szinte, vagy alig voltak ott, ez nem volt annyira nagyon szerencsés, hát ennek isszük most a levét. Ugyebár 2019-ben ezt a területet a kormány kiemelt beruházásán nyilvánította, ez azt jelenti, hogy minden gyorsabban megy, mondjuk így, flottabbul, öt nap alatt megcsinálják a papírokat, de erre még bónuszként idén júliusban egy külön kiemelő kormányrendelet kormányrendelet született, amely gyakorlatilag teljes mértékben felülírja az uglói építési szabályzatot. A kormányhivatal azt írta teljes vélázító módon, hogy semmiféle környezeti hatástanulmányt nem kell végezni. A 18 méteres magasságot, ami az uglói építési szabályzatban felemelték 35 méterre, ugye régebben volt az, hogy, hogy milyen funkciót szeretne ott a, a, a tisztelt kliens megvalósítani, ezt is teljes mértékben elengedte, szabad kezet kap a, a, a vállalkozó. Hát szóval hagyd ne mondjam, tehát ez már egy olyan lejtős párja, ami ami már ami már ez ellen született az alkotmánybírósági beadvány. És ez ellen ugyebár mi de a decemberi ülésre beadtunk egy alkotmányogi panasz tervezetet, hogy az önkormányzat forduljon az alkotmánybírósághoz. Ezt a tervezetet beadta a DK is, a a a mi alkotmányogi panaszunkban szerepelt egy sajtóközlemény is amit ha elfogad a, a, testület, akkor azt le kellett volna közölni, de üse bánya nem probléma, a lényeg az, hogy elfogadták a DK-s alkotmányogi panaszt, ez tartalmilag ugyanaz volt, és ugye nekünk még decemberben volt négy darab előterjesztésünk, pont a telek alakítási és építési tilalmi rendeletek Szerettünk volna, hogyha az ugló önkormányzat meghoz, mert ez volt az utolsó esélyünk arra, az odaláncolás előtt még, hogy odaláncoljuk magunkat, hogy megakadályozzuk ezt a mindenféleképpen gyanús módon megtámogatott magánberuházást, ami semmilyen szín alatt nem veszi figyelembe az ugló érdekét. Ezt sajnos a polgármester úr Csaba ajánlására úgymond mondjuk az, hogy paráztatta a képviselőtestületet, így lekerült a napirendről decemberben. Ugye nem kell mondanom, hogy december végén, még december 21-én kijött egy újabb kormányrendelet, hogy ezt a fajta jogkört és hatáskört, ezt az állami főépítési iroda végzi mostantól, tehát már nem a zuglói önkormányzat. Hát ezután már nem is lenne lehetőség. Nem is lenne, tehát ez mind mérhetetlenül nagy kapufa volt, véleményem szerint. Megjegyzem a, 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 az ülésen a, az előterjesztést, hivatalosan is ugye véleményezni kell, sem a jegyző, sem a a főépítész úr nem talált olyan kifogást, ami miatt ne lehetett volna ezt beadni. Minden esetre ez nem lett beadva. Ellenben tegnap volt egy rendkívüli testületi ülés, ahol az alkotmányogi panasz mellé még ez is bekerült hogyan ezt hmm. szeretnénk orvosolni, hogy hát szóljunk már bele abba, hogy mi történik zuglóba, ez teljesen nonsens, ez a 250 milliárdos beruházásról beszélünk. Tegyük azért hozzá, hogy azok a képviselők, akik egyébként a tartózkodásukkal a decemberülésen nem, tették lehetővé, hogy elfogadják Igen. az önök javaslatát, azok attól féltek, hogy beperelhetik az uglói önkormányzatot azok a befektetők, akik egyébként már egyfajta biztatásként értékelték az adik Igen, jelzetet. azért nem is neheztelek úgy mond rájuk, mert de, de szóval az azért egy kicsit bosszantó, hogy ez nem volt konkrétan leírva, hogy mi a probléma. Na, most, most már itt vagyunk, nem nagyon tudunk mit tenni, a, azért azt csukták nekem, hogy még sok lehetőségünk van arra, Na, hogy... Hadd kérdezzek erre rá, hadd legyek az ördögű Ügyvédje, ugye a, az az ügyvéd, aki az alkotmányogi panaszt összeállította, maga is említette, hogy a dolog minimum kétesélyes, nem biztos, hogy gyorsan, és egyáltalán nem biztos, hogy kedvező döntés fog születni. Szóval, hogyha így lesz már, mint nem kedvező döntés van, akkor, akkor mi a következő lépés? Hát azt nem tudom megmondani, hogy mi lesz akkor a következő lépés. Hát azért gyanítom, hogy egy demokráciában egy közösség, mondjuk azt hiszem, hogy zugló 120 ezer lakosa, talán a nyolcadik legnagyobb településnek számít. Tehát, hogy ez a település 120 ezer ember ne tudjon beleszólni abba, hogy mi épül a környezetében, én nem tudom elképzelni, hogy az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy a francba, ez nem érdekes. Még ez is lehet, majd meglátjuk akkor, minden esetre ö, mi azon leszünk, hogy ez ne történhessen meg, és ö, mi voltunk az elsők, akik ezt ugye bár augusztusban, vagy szeptember elején felhozták úgymond a testületi ülésen, sokan nem is hallottak még addig arról, hogy ez létezik, kicsit neheztelek is a polgármester, vagy nehezteltem is, hogy már másfél hónapja tárgyalt ebben a, ebben a befektető céggel, és ezt erről nem tájékoztatta a képviselőket. Ö, nem fogjuk hagyni. Tehát biztos, hogy nem, nem, nem lehet ilyen. Tehát nem lehet az, hogy bárki bármit épít kiemelt határozattal, kiemelt kormányhatározattal. Ez kérem szépen, ez nem egy logisztikai központ, ez nem egy kórház, ez egy, ez egy privát befektetés, ahol irodafunkciók, lakásfunkciókat ö, 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 szeretnének megépíteni. 4500 lakás épülhet azon a telken kor már rendelet erre adott ugye, lehetőséget. 900 lakás, vagy 950 lakást ígért az a befektető csoport, a Bayer konstrukt, hogy annyit fog megvalósítani, de ha holnap más szelek fújnak és más érdekeik lesznek, akkor gyakorlatilag megépítettél 4500 lakást. Nem is tudom, hogy ez hogy lehetséges. Tehát mi a, a folyamatosan azt toljuk, hogy amíg ilyen közlekedési káosz van zuglóban, és nem tudnak az emberek ö, reggel és este hazajutni, négy-öt troli váltásra megy át a Nagy Lajos Király úton, az a Egresi úton a, 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 troli. Most még megépül 1200 lakás ott a, bár a Paskál környékén, mondjuk így a Patak parton, plusz még ezek oda tesznek 900 lakást, mi lesz itt a közlekedéssel? A közlekedés az nem egy for-profit történet. Ez valószínűleg mindenhol a világon egy kicsit úgymond veszteséges, miért lenne nyereséges, de ha csak nullszaldós is, ez az, ami szerintem a lakosoknak a legfontosabb, hogy nyugodtan, biztonságosan tudjanak közlekedni, és ne kelljen négy-öt trojváltást várni, hogy át, átmenjenek a, 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 a főúton. Ez nonsens, mi ezért sem támogatjuk ezt a fajta városközpont beruházást, és mi azt szeretnénk, hogy először legyen választás, utána legyen metró megállapodás, és utána legyen városközpont. Ezt ideértem, ugye két városközpont van, van ez a magánbefektetés a Csömöri úti egykori tanuszoda és sportpálya területén, illetve van az önkormányzati, mondjuk az, hogy Horváth Csaba álma, az a, a összevont rendelőintézet, SZTK, piac. piac és önkormányzati hivatal épület együttese, amik sok szálon azért kötődnek. Ezzel kapcsolatban is föltettünk nagyon sok kérdést a polgármester úrnak. Egy részükre kaptunk választ, más részre pedig rossz válaszokat kaptunk. Ezt a beszélgetést nyilván nem lehet befejezni, csak megszakítani. Remélem, hogy akkor tudjuk majd folytatni, amikor kedvező fejleményekről lehet beszámolni az Alkotmánybíróság döntése nyomán, de ha nem így lesz, természetesen akkor is folytatjuk. Köszönöm, hogy eljött. De, köszönöm én is a meghívást. Még folytassuk, jó?